Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Egy újabb GTA Online-nal kapcsolatos videóban vagyunk itt ma. Egy kicsit szeretnék visszakanyarodni az alapokhoz, mert látom, hogy az ingyenes GTA 5 akció miatt rengeteg új játékos és rengeteg új kezdőjátékos van most, ezért szeretnék legfőképpen nekik, de hát természetesen mindenki másnak is most pár hasznos tippet és trükköt bemutatni az onlineból, amiknek az alkalmazásával azért jóval könnyebbé lehet tenni a játékot, mint egyébként. Még így az elején azért azt hozzátenném, hogy ez a videó a teljesség igénye nélkül készült, tehát ami eszembe jutott, azt beletettem, de nincsen semmi különösebb logikai felépítése. Ez a sorozatnak mindössze a második része, de nyilván, hogyha tetszeni fog nektek, akkor lesz majd folytatása. Úgyhogy amondó vagyok, hogy ne is húzzuk tovább a szót, hanem nézzük is, hogy mi mindent sikerült összeszednem ebbe a mai videóba. Na hát akármennyire is kezdő az ember, szerintem már legalább egyszer minimum előfordult ez a rettentően bosszantó dolog mindenkivel, hogy éppen harcol a rendőrökkel és meghal, ráadásul úgy, hogy sajnos ott van az autó valahol a közelben, amit ilyenkor ugye lefoglalnak a rendőrök, és bár mindössze $250 kihozni, vagy akár meg lehet próbálni ellopni is, de mégis ez rengeteg idő, mert azért valljuk be, az esetek 99%-ában messze van a rendőrség tőlünk, szóval erre az eshetőségre van egy rendkívül jó módszer, aminek az a lényege, hogyha van CEO irodátok, akkor a telefonotokban ki tudjátok keresni az asszisztenseteket, akit szimplán csak fel kell hívni, és hoppá, rögtön az első lehetőséggel vissza is szerezhetjük az autónkat, mindenféle erőfeszítés nélkül. Igaz, $1000 fog fájni, de talán ennyit azért megér, hogy ne kelljen átszelni mondjuk az egész térképet a rendőrségig, szóval bátran ajánlom ezt a trükköt mindenkinek. Ha a játék elején tudtam volna ezt a lehetőséget, akkor biztos vagyok benne, hogy rengeteg időt meg tudtam volna spórolni, sajnos nem tudtam, de remélem, hogy nektek hasznotokra válik. Második tipp, szintén autókkal kapcsolatos. Nos hát szintén sokszor előfordul az, hogy éppen nálunk lévő jármű a térkép másik végén van, valamilyen oknál fogva, és nyilván senki nem szeretne mondjuk 10 percet utazni érte. Hát erre tökéletes megoldás az, hogyha megnyitjátok az Interaction menüt, PC-n az M betű, PS4-en a touchpad hosszan, Xboxon pedig fogalmam sincs, ezt segítsetek ki, léci. Szóval az Interaction menüben le kell pörgetni a Vehicles menüpontig, és ott a legelsőre, vagyis a Request Personal Vehicle-re kell rányomni, és pár másodperc múlva már ott is lesz mellettetek az autótok, és egy érdekes dolog, de nagyon hasznos, hogy amerre néztek, azzal pontosan ellenkező irányba fog leszpannolni a jármű, szóval egy picit ezzel a módszerrel lehet befolyásolni azt, hogy hova teszi a játék az adott autót, motort vagy bármi mást, úgyhogy ezt is érdemes lehet figyelembe venni és kihasználni. Harmadik hasznos tanács, mivel a GTA Online-ról beszélünk, ezért előbb-utóbb mindenki bele fog keveredni valamilyen fegyveres harcba, ahol nagyon jól jöhet, hogyha tudjátok azt a rendkívül hasznos és egyszerű trükköt, hogy a G betű lenyomásával két lövés között el tudtok dobni az ellenség irányába akár egy gránátot, akár egy sticky bombot, akár bármi mást, attól függően, hogy mi van éppen nálatok, vagy mi van éppen beállítva. Úgyhogy ezt is érdemes mindenféleképpen használni, és egyébként még egy tanács, hogy a sticky bombnál az eldobás után még egyszer meg kell nyomni a G betűt, mert csak így fog aktiválódni, azaz felrobbanni, de egyébként ezt legfőképpen gránáttal szokták használni, és nagyon hatékony is. Negyedik dolog, a snackek. Nem is gondolná szerintem egy új játékos, hogy mekkora jelentősége van a snackeknek a GTA Online-ban, pedig hát nagyon sokszor életet menthet, méghozzá szó szerint, hiszen akár a rendőrökkel, akár a játékosokkal való küzdelem során rohamosan fogy a HP, és ezekkel a snackekkel elég gyorsan és nagyon egyszerűen tudjuk ezt növelni, amit egyébként szintén az Interaction menünkben belül tudunk elérni, méghozzá az inventory-ban, és nem csak közvetlenül playerek, illetve NPC-k ellen, de akár küldetések során is tökéletesen teszi a dolgát, úgyhogy mindenféleképpen érdemes betárazni belőlük nem is keveset, úgyhogy a tanácsom az, hogy snackezzetek. És maradunk is most már az Interaction menünél, az Inventory-n belül találtuk egy olyan menüpontot, hogy Ammo. Nos, ez arra szolgál, hogy bárhol is vagytok a térképen, legyen szó a legészakabbi ponttól, a legdélebbig, apartman, kaszinó, teljesen mindegy, bárhol vagytok, tudtok venni lőszereket, anélkül, hogy el kellene mennetek bármelyik ammunitionbe, és ez megint csak egy olyan dolog, amit érdemes kihasználni, mert rengeteg időt lehet vele megspórolni, általában elég messze szoktak lenni az ammunitionok, úgyhogy ez is tényleg egy nagyon-nagyon hasznos funkció, és egy olyan funkció, amit érdemes kihasználni. Következő dolog, láthatjátok, hogy fullon van a térkép, hát nem akarom azt mondani, de kb. Minden hülyeséggel, illetve hát nem feltétlenül hülyeség, de a lényeg az, hogy felesleges dolgok. És hát nem biztos, hogy amikor elkezded a játékot, akkor arra vágysz, hogy centiméterenként 5 ikon legyen a térképen, mert elég nehéz így kiigazodni rajta, és hát megmutatom nektek, hogy én hogyan szoktam használni már évek óta a mappot. Nos, az előbb látott módon megnyitjátok az Interaction menüt, majd pedig a Hide Options-ön belül a Jobs, illetve az Events menüpontokat átállítjátok Hide-ra. Ezáltal pedig egyből ilyen letisztult térképet fogtok kapni, mint én. Fontos, hogy az utolsóhoz ne nyúljatok, az így jó, ahogy van, mert azon elég fontos dolgok vannak, tehát a másik kettőt azt válogathatjátok, de az utolsót azt ne, és ezzel egy sokkal letisztultabb térképet fogtok kapni, mint előtte. Utolsó néhány hasznos dolog ebben a mai videóban, hát egyrészt azt, hogy be tudjátok állítani, hogy hova spannoljatok, amennyiben van valamilyen ingatlanotok, vagy bármilyen apartman, vagy akármi, akkor általában ki tudjátok választani, és amikor elindul a játék, akkor ebbe a kiválasztott ingatlanba fog titeket bedobni. Persze van olyan opció is, hogy mondjuk random, vagy legutóbbi hely, ez már tényleg csak is a ti döntésetek. Alatta pedig beállítható, hogy amikor céloztok egy adott fegyverrel, ki legyen az elsődleges célpont. Van itt olyan, hogy mindenki, idegenek, illetve támadók. Szerintem a mindenkin érdemes hagyni, ebből igazából probléma nem lehet. És az utolsó, a GTA Online egyik leghasznosabb funkciója, a passzív mód. Nos, ennek a bekapcsolásával a játékosok nem tudnak téged megölni, és igazából semmilyen módon bántani. Ezt mindenféleképpen érdemes bekapcsolni, nem csak akkor, hogyha afkoltok, de igazából bármikor, amikor nem szeretnétek, hogy megölögessen bárki. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó, srácok, nagyon remélem, hogy tudtam vele segíteni. Nyilván eléggé ilyen alapvető dolgok voltak benne, ami egy régebbi játékosnak már abszolút nem okoz újdonságot, de ez direkt kifejezetten kezdőknek készült. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett nektek ez a videó és hasznotokra vált, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha pedig szeretnétek megosztani barátaitokkal, ismerősökkel, bárki mással, azt előre is nagyon szépen megköszönöm. Legközelebb találkozunk, én Dani voltam, sziasztok! Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna